411. nap. Ma sok frissítés érkezik keletről. Itt amellett, hogy az orosz erők lemondtak Bakhmut átkaroló bekerítéséről, továbbra is próbálnak egy szűkebb bekerítést végrehajtani a város sarkán lévő magas épületek elfoglalásával. A heves támadások ellenére az ukránoknak sikerült megtartaniuk ezeket a kulcsfontosságú pozíciókat, és még az utca túloldalán rejtőzködő orosz mesterlövészeket is kiiktatták. Legutóbb arról számoltam be, hogy a legfontosabb harcok a város központi részén zajlanak. Az ukránok itt lassan vonulnak vissza anélkül, hogy a frontvonal összeomlana. Azt is elmondtam, hogy voltak olyan találgatások, hogy az orosz erőknek sikerült átkelniük a Korsunszko utcán, majd itt legalább egy háztömböt elfoglalni. A legfrissebb jelentések szerint az ukránok még mindig tartják ezeket az állásokat. Először is az Aidar zászlóalj harcosa, aki ezt az információt közzétette, törölte a posztot. Másodszor egy másik ukrán harcos közzétett egy videót, amelyet egy olyan magas házból forgattak, amelyet állítólag az oroszok foglaltak el, vagy legalábbis a szürke zónában volt. Az ő megjegyzései alapján úgy tűnik, hogy az oroszok csak intenzíven lőtték ezt a területet, de nem hatoltak be oda. Harmadszor a régiónak erről a részéről készült legfrissebb videón egy katona látható, aki a piros házak közelében autózik, ami öngyilkosság lenne, ha az oroszok tartanák a magas épületeket. Emellett délre irányította a kameráját, és azt mondta, hogy az oroszok a kék épületek mögött helyezkednek el, ami azt jelenti, hogy a helyzet nem változott, és az ukránok még mindig az egész területet ellenőrzik. És végül tegnap az ukrán 240. rohamdandár egyik katonája jelentette, hogy megsemmisítettek két orosz mesterlövészt a Korsunszkogó utcától délre, ami lehetetlen lenne, ha nem tartanák ellenőrzés alatt a sarkot. Ami a város délkeleti részét illeti, egyes források arról számoltak be, hogy az ukránok végül kivonultak a 7-es számú iskolából és a közeli épületekből, és most a Kovászka utca mentén tartják a vonalat. Nagyon valószínű, hogy az ukránok aláaknázták az épületet, mert ellenkező esetben az oroszok teljes tűzuralmat gyakorolnának egy hatalmas terület felett. Mivel a legtöbb ház ebben a szektorban kisméretű, az oroszoknak ilyen erős mesterlövész pozíciókat átadni rendkívül veszélyes lenne. Több orosz forrás is megerősítette, hogy bizonyos, újonnan elfoglalt utcák teljesen alá vannak aknázva, és hogy az ukránok nem csak az épületeket, hanem az utcákat is elaknásították. Sok udvar tele van páncéltörő aknákkal, pontosan ott, ahol mindkét fél elrejti a páncélosait. Ebben a helyzetben az oroszok nem tudják bevetni a páncélosaikat a front teljes hosszában, és nem képesek növelni az ukránokra nehezedő nyomást. A város központi részén folytatódtak az intenzív harcok. Mindkét fél terjesztette azt a videót, amelyen az látható, ahogy egy ukrán tankot az oroszok a vasút előtt eltalálnak. Egy másik videón egy égő tank látható a kereszteződés közelében, ahol jelenleg is zajlanak az összecsapások. Abból ítélve, hogy a tank kelet felé céloz, nagy valószínűséggel ez is egy ukrán tank. Ettől az égő tanktól kissé keletre az ukrán 93. gépesített dandárnak sikerült tüzérségi találattal megsemmisítenie egy orosz rohamosztagot. Az orosz erők is intenzíven használják a tüzérségüket. Az ukránokkal ellentétben ők nagy területet ágyúznak a feltételezett ellenséges állások irányába. A Washington Post arról számolt be, hogy ezzel szemben az ukrán erők harmadannyi lövedéket használnak, mint az oroszok, és takarékoskodnak a lövedékekkel, gondosan rangsorolva a célpontokat. Az ukránok pontosabban céloznak, de az is előnyükre szolgál, hogy védekezésben vannak. Az Institute for the Study of War felmérte a helyzetet, és arra a következtetésre jutott, hogy az orosz erők még mindig nagy mértékben támaszkodnak a tüzérségre, hogy ellensúlyozzák fő hiányosságaikat, például a rossz célzási képességeket, az elégtelen szárazföldi támadási képességeket és a légierő gyenge rendelkezésre állását. Összességében elmondható, hogy az orosz előrenyomulás üteme a város központi részén lelassult, az ukránok itt ki tudták alakítani a következő védelmi vonalukat a vasútvonalak mentén. A visszafogott mozgás azt jelenti, hogy a helyzet megszilárdult, és az oroszok nem képesek váratlan elmozdulásokat okozni a frontvonalban. A legfontosabb hír azonban az, hogy az ukránok továbbra is tartják a védelmet a külterületeken, így a járművek továbbra is használják a Bakhmutba vezető utakat, és ellátják utánpótlással a fronton harcoló katonákat. Amennyiben hasznosnak találtad a jelentésben elhangzottakat, segíts egy lájkkal, iratkozz fel a csatornára a jobb oldalon látható zászlóra kattintva, vagy csatlakozz a támogatói klubhoz különféle előnyökért. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő jelentésben.